Nagy Imrét mondhatni idézőjelben, téve szétszedik most itt a hölgyek urak, hiszen annyira megrohamozták, mindenki keresi a pörköltöt, nem első alkalommal főz már itt birkát. Jó napot kívánok, Nagy Imre vagyok, a Karcagi Birkafőző Egyesületi tag. Ma két hete is főztem az Egyesület nevébe, de évek óta mindig főzök itt ezen a látogatóközpontban. Mindig a megnyitóban főzök, de utána is szoktam még kétszer-háromszor főzni. Ön kitől tanulta? Hiszen elmondtuk már ezt többször, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy kitől tanulta ennek a tudományát. Hát az ősöktől, a szülőktől, meg a nagyszülőktől. Meg benne van az embernek már a vérébe. És ön szerint hogyan készül a legfinomabb birka pörkölt? Egyszerű a módja, meg kell a hagymát dísztelni, a zsírba, a piros paprikát beletenni, és bele a húst, és megpörkölni a húst. Mert aki nem pörköli meg, az csak paprikás. És hát gondolom, hogy szokásos módon karcagi módra készül, tehát minden benne van, aminek benne kell lennie. Igen, benne van tüdeje, szóval minden egy teljes, komplet birka. És egyébként ön szereti a birka pörköltöt? Hát, mivel karcagi vagyok, szeretem. Tehát akkor minden alkalommal jeles napon oda kerül az önök asztalára is? Természetesen. Ez egy néphagyomány Karcagon, hogy akármilyen rendezvény van, vagy valami megmozdulás, akkor birka pörkölt általában a ebéd vagy a vacsora. És egyébként önnek van kedvenc főzője, hiszen gondolom, hogy a saját pörköltje mellett azért kritikusan figyeli mindig a másokét is. Van olyan, akinek szívesen kóstolja meg a pörköltjét? Megkóstolom mindenkit, megkóstolom egyéni véleményt, meg nem szoktam elmondani, hogy ki miért főz. Tehát akkor maradjunk ebben, hogy akkor most nem akar megsérteni senkit, meg nem is akar kiemelni senkit a kedvencek közül. Akkor én azt kívánom, hogy sok-sok pörköltet főzöm még, hiszen itt már gyorsan mögöttünk is összegyűlt meg én jó néhány ember, aki arra vár, hogy mikor kaphat az ön pörköltjéből. Igen, van rengeteg ember itt, már még lassan elég se lesz a pörkölt. Akkor jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Lápos István itt Erikével beszélgettünk, hiszen mindig valami különlegességgel érkezik Karcagra. Most mi az, amit hozott? Igen, mindig próbálok egy kicsit újítani, meg új dolgokat megmutatni az embereknek, amivel egy kicsit segíthetünk azon, hogy egészségesebben éljünk. Ő például a kék ibolya szörp. Mondjuk elég sok ibolyát le kell ahhoz szedni, hogy ennyi szörpet tudjunk készíteni. A kék ibolyáról tudni kell, hogy a hörgőkre, a mandulagyulladásra van gyógyító hatása maga a növénynek. Így szörf formájában is egy kicsit segítünk akkor azon, hogy egészségesebbek legyünk. A másik különleges dolog, amit most készítettünk, a fenyőrügy szirup. Így néz ki, és akkor ezt napi 3 kis mokkáskanállal fogyasztva, ő is szintén köhögés csillapításra. A harmadik különleges, mivel nagyon sok termékünket próbálunk mézzel készíteni, tehát hogy ne cukorral készüljön, hanem mézzel, a körömvirágot mézágyban. És a körömvirág az gyulladáscsökkentő hatású, a méz ugye nagyon egészséges, és a kettő együtt, hát azért már igen sokat teszünk az egészségünkért. Gondolom, hogy azért az elmúlt évtizedek tudása is benne van már ebben, de ön hogyan került kapcsolatba a gyógynövényekkel? Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert volt kitől megörökölni ezeket a dolgokat. Édesanyám volt ennek az értője, nagy tudója, és a tőle tanultakat gyarapítom mindig újabb dolgokkal, és megpróbálom mennél több emberrel megismertetni. Így beszéltünk már tavaly, emlékszem, hogy a parlagfűnek azért vannak gyógyhatásai is. Most ez megint egy sláger téma lett. Picit térjünk már vissza erre, hiszen lehet, hogy van, akit érdekel. Hát igen, szegény parlagfűt mindig annyira szígyük, és sokan, nagyon sokan bántják, pedig hát ő nem gyógynövény, hanem gyógynövény. Tehát azért tudni kell, hogy a parlagfű nagyon-nagyon sok mindent tud, ami az egészségünkre jótékony hatással bír. Például az allergiásoknak gyulladáscsökkentő hatása, hatalmas belső szerveinkre, és akár tejap formájában, szárítmányként, akár mi például meg is mutatom, sűrítményt is készítünk belőle. Az így néz ki. Hát ilyen, így néz ki, és akkor ezt napi 2 teáskanálnyi elfogyasztása, az elsőt mindig éjgyomorra reggel, akkor
egy idős bácsika úgy mutatta be nekem ezt a növényt, ő nagyon régről ismeri, még a dédszülei is gyűjtötték, hogy erőt adó. És igaza van, ha ebből kezdjük a napot, tehát egészen regenerálja a szervezetünket, erőt ad egész napra, a gyulladás, hogy ha van a szervezetünkben, akkor azt nagyon szépen helyre teszi. Ez érdekes, hogy mondta, hogy allergiások is, ezek szerint akkor allergiások is használhatják, és akkor mondjuk, aki parlafőre allergiás. Annak meg főkép, csak itt nagyon vigyázni kell, hogy először csak nagyon-nagyon kevés adagba kell elkezdeni, és akkor 3-4 nap múlva lehet egy nagyon picit megemelni az adagot, de akkor is figyelni saját magunkra, mert van, akinél ugye kihozza azt az allergiát egy kicsit jobban, de azért egy pár nap múlva az mindig lejjebb-lejjebb megy. Hát akkor reméljük, hogy lesz, aki ezt megpróbálja. Mi az, amit így javasolna, hiszen nyár van, nagyon sokan elfáradtak ezekben a forróságokban, tehát ami olyan gyorsan ható egy kicsit föltuningolni az immunrendszert? Van, igen, ő tavaly elnyerte Hajdú Bihar megye termékdíját, ő a Pongyalapít Pang Jam. Olyan anyagokat tartalmaz, ami a májra, lépre, hasnyálmirigyre, gyomorra jó hatással van, és annyi vitamint és ásványanyagot tartalmaz, amit így egyszerre bevéve a szervezetünkbe, nagyon nagy hatással van ránk. És ráadásul, ha reggel ugye éjgyomorra, ugye 6 óra körül indul be a szervezetünk, ha éjgyomorra ebből fogyasztunk, akkor nagyon-nagyon jó a gyomornak, a gyomornedveknek, tehát akinek gyomor problémái vannak, annak meg főképp még. Akkor ez, amit most így javasolna, és mondjuk ilyen hűsítőteaként, hiszen azért azt szokták mondani, hogy nyáron a meleg teja sokkal jobb, mint a hideg víz. Így van, pontosan tejáink is vannak, igen, és van egy különleges szörpünk is, ő a rózsaszírom szörp. Hűsítőként lehet fogyasztani, és ugye mivel ez a mi termékeink nem tartalmaznak tartósítószert, így bárkinek merem ajánlani. Hát én azt gondolom, hogy megint kaptunk rengeteg-rengeteg hasznos tanácsot. Én azt kívánom, hogy sok-sok vásárolja legyen, és azért mindenkit arra kérek, aki ide jön, hogy nyugodtan faggassa, hiszen tudom, hogy mindenkinek nagyon szívesen ad tanácsot. Ez így van, és én is köszönöm szépen, és várok mindenkit sok szeretettel. Kis Józseffel beszélgettünk, hiszen már javában rotyog itt a birka pörkölt mögöttünk, amit ön főz. Karcagi Moldra készül. Igen, Karcagi Moldra. Saját birkám volt, egy 5 éves, és gyönyörű szépen fel lett darabolva, úgyhogy fűrészelve lett, úgyhogy nincs benne csontszilánk. Igaz, hogy a birka szurva levő, hogy az csontos, hogy egy kicsit csípősre vettem, mert elég sokan szeretik, úgyhogy még van neki egy körülbelül jó fél óra héja, hogy tudjuk szétosztani, már elég tetemes várakozó van, akik várják, hogy legyen osztva. Hát merem remélni, hogy mindenkinek fog ízleni. Egyébként ön kitől tanulta a birkafőzés tudományát? Hát én saját magamtól, úgyhogy nem volt, aki segített volna ebben. Hát mindig elestem egy-egy fogást, utána gyakoroltam. 21 éve egy ilyen büfé jellegűt vezetek, ahol ott is csak mindig valamivel újjal kellett próbálkozni, és akkor így sikerült. És egyébként ki a legnagyobb kritikus otthon? Tehát amikor az elsőt főzte, akkor kivel kóstoltatta meg? Hát a kisfiam. Hát ő már... Aki azért már nem olyan kicsi. Hát nem olyan kicsi, igen. Hát ő volt, már mikor megérezte a füstnek az illatát, akkor ő már csavart ki oda hozzám, és akkor mikor a zsírba belekerült a hagyma, akkor mindig anyukájától kért egy nagy szelet kenyeret, és akkor azzal kellett neki megtunkolni. Úgyhogy és utána ő volt a kóstoló. Hát most már nem igazából szokta kóstolni, mert elég ízékony, úgyhogy sokat fagyókúrázik. Hát akkor lehet, hogy akkor a birkapörgöt az nem mindig kerülhet az asztalra, de azért gondolom, hogy ünnepekkor, jeles napokkor önöknél is ez a legfőbb étel. Hát igen, ez mind általában mindig. Hát a kakaspörköltől kezdve a birkapörgölt, egy káposztás, húsig, ezeket mindig számtalan sokszor meg szoktuk főzni. Hát én akkor azt kívánom, hogy sok-sok pörköltöt készítsen még a vásárlók legnagyobb örömére. Köszönöm szépen az interjút. Pincésznő Zsózsa Annyival beszélgettünk, itt nagyon sok minden, nagyon sok szép dolog van itt. Mi mindent hoztak a mai kirakodóvására? Hát a mai kirakodóvására hoztuk szokás szerint a kunsági hímzéseket, vercsipkét hoztam, igaz az csak butacsóba szoktam egyet-egyet elhozni, hogy
az is van a repertoárban. Tűzoment ékszereket hoztunk, gyöngyös ékszereket, mindegyik ékszerünk kézzel készített, egy-két újabb csomózási technikát is bevetünk most már a palettába, és hát lényegében filccel applikált párnájaink vannak még, amik újabbak, és egy kicsit már a télen is átálltunk egy kis filc karácsonyfa díszes dolgokra, és nagy sikere is volt, és majd megint karácsony előtt még ezt kiegészítjük párnákkal, amik szintén karácsonyi hangulatot fognak majd akkor idézni. De hát ez nem csak az a saját alkotása, hanem a lányok is nagyban részt vesznek ebben. Mondhatjuk azt, hogy tényleg mindannyian közösen alkotnak. Igen, mind a két lányzó részt vesz benne. Hát tűzoment ékszereink azok most nem nagyon szaporodnak, mert ugye baba van, és még most övé a főszerep, úgyhogy nagyon keveset, akkor készít egy pár darabot. Ági, igen, ő a keresztszemes és a csomózott technikában van nagyon otthon, meg az applikált dolgok az övé, de azon kívül, mert a Kunságinak a szélét ő vallja, majd megpróbálkozik a hímzésében is. Ugye, hát tényleg elég érdekes a mi helyzetünk, mert ugye mind a két lány tud vercsipkézni is. Tehát nem okoz gondot, sőt Ági, tehát ő szépen hímez is, tehát nem csak a keresztszemest, hanem más is. Azt hiszem, hogy boldog lehet egy ilyen anyuka, aki a lányai ugyanígy követik őt ezen a pályán. Gondolom, nem egyszerű volt az előket erre rávenni, de ebben nőttek fel. Hát ebben nőttek fel, mert Ági úgy tanult meg vercsipkézni, hogy elleste tőlem, és amire bementem, addigra rakta az orsókat. Igen, tényleg nagyon boldog lehetek, ugyanis a két nagyobb unokám már tudja a kunsági hímzést, eredeti öltéstechnikával varni. Hát Tamás unokám, ő több mindent próbálgat, tehát ő a gyöngyözéstől kezdve, ugye ő kipróbálta már a fafaragást, a korongozást, nemezelt is már, tehát ő tényleg sok mindent próbál, de nagyon érdekes volt, amikor megtanult hímezni. 7 évesen kalocsai kis terítőt vart, és most tavaly nyáron meg a Kunságit tanulta meg. Hát ugye most ő is a serdülőkorban van, de azért, ha megkérem, hogy gyere már segítsél mondjuk orsót tegerni, vagy tűt szedni, vagy valami, akkor jön még szívesen, tehát nincsen vele gond. Hát a kicsi az meg ugye nyilván, amit lát. Az, de 9 hónapos lesz a pici unoka, és nagyon érdekli, hogy mi készül az asztalon. Úgyhogy meg tud szerezni egy szál fonalat, aznak már úgy nagyon örül. Tényleg, és hát biztos, hogy tehát amiben ülnek a gyerekek, én azt mondom, hogy az azért ragad rájuk, és a két nagyobb unoka, hogyha megyek úgy rendezvényre, úgy néha, amikor nem viszem őket el magammal, akkor még savalják, és hogy pedig olyan jó lenne elmenni és széjjel nézni meg minden, mert hát valahogy abban ült. Hát én akkor azt kívánom, hogy sokáig legyen ilyen alkotó ez a család, és sok szép alkotást kívánok Önöknek. Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen. Labon Sándornéval beszélgetünk, hiszen itt vannak a gyönyörű paprikák, paradicsomok, ezek mind saját termések, családi vállalkozás keretében, úgy tudom. Igen, már 1995 óta csináljuk. Férjemmel kezdtük, aztán amikor a fiam érettségizett, utána ott hagyta a főiskolát, és utána hozzáfogott, ő csinálja azóta. Mit kell tudni, hogy milyen volt most, mennyire kellett odafigyelni a szárazság miatt, mennyi plusz dolgot igényelt Önöktől most, hogy ilyen szép legyen a paradicsom és a paprika? Hát nagy odafigyelés, mert ugye megvan a tápanyag és vízigénye a növénynek, és most sűrűbben kellett öntözni. Akkor ez egy egész családot igényelt, hiszen azért gondolom, hogy folyamatosan jelen kellett lenni a fóliában is figyelni, és odafigyelni mindenre. Igen, hát hárman csináljuk végül is.
Hát a fő munkafeladat az a fiamé, mert az ültetéstől kezdve a ásásig, a trágyázásig minden az övé. És mivel műtrágya nélkül termelünk, így istálló trágyával, utána ültetés, és na, ültetéskor ugyan szoktunk egy adag tápoldatot adni a növénynek, mert ugyanis muszáj, de utána már csak vizet kap. És egyébként hány fajta paprika, hiszen a paradicsom most nagyon szép, de a paprika az hány fajta? 5 fajta paprikánk van. Kápia, csángó, ezek édes paprikák, a banán is édes, a bodrog és a tunder, meg a kun, hát ezek erősek. Egyik erősebb, mint a másik. Egyébként mennyire fogyasztják otthon, tehát mennyire jelző, hogy lecsót készítenek, vagy töltött paprikát, mennyire, milyen ételeket készítenek otthon hát, ezekből? Szinte naponta. Mert például nekem a bodrog a kedvencem, ami csípős, de nagyon finom töltött paprika van belőle, finomabb, mint az édes, vagy a sült húsokra rátenni, és ha lehúzza az ember a héját, akkor rákenni a sült húsra, igazán ízletes. Én azt gondolom, hogy most itt mindenki nyert egy nagyot, így elképzelte azt, amit mondott, hogy hogyan is néz ki. Én akkor azt kívánom, hogy még sok-sok alkalommal találkozzunk. Köszönöm, megpróbálunk igyekezni, hogy úgy legyen. Karcagi Nóta körtagjai hamarosan fel fognak itt lépni a látogatóközpont udvarán. Márkus Ilonával, a csoportvezetőjével beszélgetünk. Épp az előbb mondtam, hogy legutoljára a nyugdíjas találkozón a strandon hallottuk önöket fellépni. Azóta biztos, hogy voltak már több helyen. Igen, hála Istennek sok-sok-sok szereplésünk van. Most az elmúlt 2-3 hétben egyébként nem léptünk fel, mert különböző helyekről ugye nyár van, és mindenki megy szabadságra ide-oda-amada, de augusztus 15-én beindul a nagy menet. Megyünk Kunhegyesre, aztán megyünk Szajolba, megyünk Törökszentmiklósra, aztán szeptember 26-án nálunk lesz az első őszi rendezvény a parkétteremben, amit közösen csinál a Napsugár Nyugdíjas Klub. Ezt követően 28-án pedig egy nagy gyűlést tartunk, mert október 12-én indulunk a 4-5 napos nagy kirándulásunkra, amit minden évben megszervez a Nyugdíjas Klubunk, és megyünk Börzsönybe. Hát akkor azért addig még sok-sok fellépés lesz. Mit fognak most hallani majd, akik itt meghallgatják önöket és a tévénézők? Most arra gondoltunk, hogy miután nyár van, és balatoni nyár, ugye a tévé, a rádió, minden erről szól. Hát akkor itt is legyen balatoni nyár, és balatoni nótákat fogunk énekelni. Egyébként beszéljünk egy picit a tagokról, hiszen azért több korosztály van itt a csoporton belül is. Vannak férfiak is, tehát vannak feleségek, férjek, házaspárok is. Nagyon összetartó a csapat, tehát én nem nagyon látok azért új arcokat. Nem, sőt, 21-en vagyunk, és amikor úgy valaki megpendíti, hogy jön közénk, akkor mondják, hogy nem, nincs a felvétel. Tulajdonképpen annyiból talán igazuk van, hogy annyi tagot úgy sem tudnánk felvenni, meg nem lenne, hogy egy nagy busszal menjünk akárhova. Így meg egy 20-as buszba pontosan beférünk, és ez a lépszám mindenképp nagyon-nagyon ideális. A Dirinébe és a helyünk mindenkinek megvan, és már többen talán nem is férnénk el. Hát a korosztály tulajdonképpen két 90 éves, közel 90 éves, vagy picit túl a 90 évesen, a Julika néni meg Erzsike néni, hát olyan lelkesek, hogy akár még fiatal példát vehetne róluk. Hát én akkor azt kívánom, hogy sok-sok sikeres fellépés legyen még, és akkor jó időt, és kikapcsolódást kívánunk önöknek majd a kiránduláshoz is. Úgy legyen, köszönöm szépen, hull a fáról ez a virág, meg minden ördög, és ez mondjuk, amikor beszélünk, vagy pláne, amikor énekelünk, szabadtéri előadás van, és mondjuk még egy-egy szúnyogot is bekap az ember, őt vízparton, az valami rettenetes. Köszönöm szépen a jó kívánságot, remélem, hogy mint mindig most is nagyon nagy sikerrel fogunk szerepelni. Igaz, hogy itt most nagyon kevés a közönség, de ilyenkor úgy gondoljuk, hogy egy repertoár próbával összekötjük. Úgyhogy mindenféleképp hasznos.